A hatodik helyezett Paks látogatott Felcsútra a Puskás Akadémia otthonába, és a két csapat között a fordulót megelőzően mindössze 2 pont volt a különbség a tabellán. A vendégek ráadásul még Európa Liga selejtezős pozícióba is odaérhettek. Nézzük elsőként a hazaiak összeállítását, ahol Pintér Attila mind védő, mind középpályás, mind támadó fronton egyet változtatott az előző fordulóhoz képest. A védelem tengelyébe bekerült Hegedűs János, a középpálya közepére Por Patrik, elől pedig Hent és Radó társa ezúttal Perosevics lesz majd a paksiak ellen. A vendégeknél Cserti Aurél az előző fordulót követően nagyon fajsúlyos nyilatkozatot tett, ennek köszönhetően pedig azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az egész védősorát lecserélte, mert hogy az akkor kezdő 4 védő helyett ezúttal Vági, Zahán, Géva és Szabó alkotják a védő 4-est, elől pedig természetesen ott van a házi gólkirály, a 7 gólos Barta László. Simon András bedobja középre, nem volt azonban érkező ember, így viszont helyzet, nagy védés Egedüstől. A 6. perc elején gyakorlatilag 4,5 méterről a meccs első óriási lehetősége és egyben kapura lövése is. Simon András kell dicsérni, aki remekül fordul be, és ez egy kapitális hiba Hegedűstől, oda pattan a labda Bertushoz, de Hegedűs valahogy kispárgázza. Nagy bravúr. Most Bertusével. Lágyan, Hegedűs marad a kapujában, Szabó merre veszi? Lesz-e helyzet? Hol a labda? Hegedűs véd megint. A 3. nagy helyzete most már a Paksnak Felcsúton. Átszáll az összes védő feje fölött, valahogy Szabó előtt marad, de nem ő, hanem Simon Ádám az, aki közvetlen közelről nem tud gólt szerezni. Cserti Aurél és Tököli Attila. Ez egyébként Cserti Aurél 149. tétmérkőzése a Paks kispadján. Henti a 16-oson belül, Henti lövi el, és Rácz véd. Minden esetre Henti szépen megcsinálta magának a helyzetet. Szabó, Barta, ügyessel Bartától lövő helyzetbe is kerül. Barta megpattan, nagy védés! Hegedűs! A 3. bravúrja. Szenzációs csel volt Bartától egyébként. Perosevic gyorsíthat föl. Meg is teszi, 3 ember között elkaszálják őt. Zahán is besárgul. perc. Bertus a labda mögött. Bertus! Továbbra sincs gól. Innen láthatjuk igazán mennyivel ment mellé. Nem sokkal. Radó szögteti magát. És Zahánnak volt egy sárgája. Akkor ez a 2. és piros kiállítás Zahánnak, hiszen már korábban begyűjtötte sárgát, nem is reklamál. Teljesen jogos ítélet, azt gondolom nincs is miért reklamálni. Por vissza. Úgy még le lehet fordulni. Radó a 16-oson belül. Radó szép helyzetben gól! 20 perccel a mérkőzés vége előtt Radó András remek egyéni megmozdulását követően megszerzi a 4. bajnoki gólját, és a vezetést ezáltal az imáron ember előnyben játszó Puskás Akadémiának. Radó, jó az átvétel, egy pici szerencséje van, hiszen Gévairól visszapattan elé a labda, aztán pedig remekül kihasználja az ígyszerét Radó. 1-0.